az iskola Putnokon, Borsodabaui Zemplén megye északkeleti részén működik. 1905-ben gróf dr. Serényi Béla helyi földbirtokos kertgazdasági tanszéket hozott itt létre. 1924-ben az iskola az alapító a volt földművelésügyi kereskedelemügyi miniszter tiszteletére felvette a putnoki magyar királyi gróf Serényi Béla gazdasági felső leánynevelő intézet és gazdasági állomás nevet. A mezőgazdasági technikus képzést elsőként az 1949-50-es tanévtől beiskolázott tanulók választhatták. A számtalan oktatást érintő változást megélt intézményben az 1986-87-es tanévben vezették be az 5 éves mezőgazdasági gépész technikus képzést, majd a gazda és gazdaasszony képzést is. Jelenleg a Serényi Béla mezőgazdasági technikumnak a erőgép tanműhelyében vagyunk, ahol jelenleg egy mezőgazdasági munkagépet javítanak meg, készítjük fel a munkára. A nyári kaszálási időszak kezdetén ugye egy alaposabb felülvizsgálat, átvizsgálat és egy javítás szükségeltetik. És a mezőgazdasági gépész gyerekeink csinálják 10. évfolyamosok. Én ebben a műhelyben kaptam meg azokat az alapokat, amelyek alapján most én úgymond itt vagyok, mint mezőgazdasági gépészember. Én ebben a műhelyben középiskolás koromtól tanultam a szakmát, aztán a felsőoktatás után visszakerültem ide, mint oktató, és most az iskolának, mint vezetője vagyok itt. A szakképzés évfolyamban lehetőség van a új szakképzési törvény szerint 2 éves levelező érettségén érettségit szerezni, majd esetleg későbbiek folyamán mezőgazdasági technikus képzést szerezni. Ha viszont ezt nem választják, akkor a környékbeli vállalkozásoknál, mezőgazdasági termelőknél az ügyes szakembereket biztos, hogy el fogják vinni, és az ügyes szakembereket keresik is a környékünkön. Miért választottad ezt a sulit és azon belül ezt a szakmát? Ezt a sulit végül is az elhelyezkedése miatt, közel vagyunk. Szakmát pedig a családomban már több generáció gazdálkodik, úgyhogy családban marad. Hallottam is róla ismerősöktől, de voltunk is nyílt napon. Iskolánk rendszeresen tart nyílt napot, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetével karöltve szoktunk a felkeresni 8. osztályos tanulókat, és ide célzottan mezőgazdasági gépész vagy más élelmiszeripari ágazati képzésünkre beszoktuk hozni a tanulóinkat, egy célzott nyílt napot tartani nekik, illetve olyankor kivisszük partnereinkhez is, akiknél mélyrehatóbban és a szakmának egy kuriózum részét is megtekinthetik, amely egyébként idehozza a tanulókat, az a közelség. Mit szeretek benne? Egy nagy gépet uralok, több száz lóerőt akár. Ugyanígy a szakmámban fogok elhelyezkedni, mint traktoros. Nagyon népszerű, hála Istennek, a traktorvezetés. Ugye az erdészek, gépészek, növénytermesztőknek a szakmai vizsga letételéhez is szükség van a jogosítványhoz. Vannak lányok is, akik ebbe az előbb említett osztályokba járnak. Nagyon szeretnek ők is traktort vezetni. Hát egy ilyen új típusú traktorral, amivel most is történik az oktatás, külön élvezet. Már tulajdonképpen repülőgép műszerfalai vannak, könnyű kezelni, lányok is könnyen ki tudják nyomni a tengelykapcsolót, rásegítéssel működik a traktor, levegő és olajrásegítéssel, kész élvezet ilyen traktorral közlekedni. Azért választottam ezt az iskolát, mert ezt láttam jól, itt lakok ugye a közelbe, és azért választottam ezt a szakmát, mert nekünk a család ezzel foglalkozik, édesapám, nagypapám, és ezért. A Lóbészti tangazdaságban vagyunk, ez a Serényi Béla mezőgazdasági szakképzőiskolának a tangazdasága. A gyakorlatokat, azokat itt töltjük. Ezek a gyerekek másodéves mezőgazdasági gépészhallgatók, és ők éppen mezőgazdasági gépek üzemeltetése gyakorlaton vesznek részt. Szálastakarmány betakarítása történik, és kaszálással kezdtük a réti szénát készíteni. Egyre népszerűbb és egyre nagyobb létjogosultsága van a jó szakembereknek, és ezek a gyerekek legtöbbjük már úgy jön ide, hogy otthon családi gazdálkodásba akár csinálja ezt a szakmát, és itt szeretne tényleg elmélyülni benne. Nagyon szeretek traktorozni, én az aratást, a betakarítást szeretem a legjobban. És hogyha meg lesz a bizonyítványod, az milyen szakmáról fog szólni, és hogyan tovább? Mezőgazdasági gépész. Ről fog szólni, és szeretnék még maradni a technikumi képzésben, és eddig ezek a tervek.
nekem ez egy életforma is, hiszen gyerekkoromtól ebben nőttem fel, tehát megalapoztam, nagyszüleimmel gazdálkodtunk, állatot tenyésztettek, állatot tartottak, és utána azért választottam ezt a szakmát is, Debrecenben, majd Gödöllőn, hogy ténylegesen azt a munkát tudjam életem folyamán csinálni, amit szeretek is. Mióta eszemet tudom, ide szerettem volna jönni, és ugye persze eljöttünk nyílt napokra, meg az iskolával is. Vannak barátaim, sok a környékről, ugye, osztálytársam, jó csapat vagyunk. Szerintem maradok itthon, és segítek. Hol laktok? Ragályba. A mezőgazdaságépész képzésen kívül égcukrász szakmát előszeretettel vonza ugye a lányokat, illetve a rendészeti ágazatban is nagyon sok lánytanulónk van, de ugyanúgy fiútanulók is vannak, és mezőgazdasági technikus képzésben is előfordulnak lányok is, és fiúk is szép számmal. Ez az 5. év, hogy indult pékcukrászképzés az iskolában. Minden évben népszerű a szak, 20 fő körüli minden évben az osztálylétszám szeptemberben. Az új szakképzési törvény szerint egy év ágazati alapképzésben vesznek részt, ugye élelmiszeripar ágazatba tartozik a pékcukrász szak. Az első év végén egy ágazati alapvizsgát tesznek, ezután tudnak elhelyezkedni duális partnereknél, duális képzésben tudnak részt venni, ez 2 éves időtartamot ölel föl. Ennek a végén van egy szakmai vizsga. Ennek a végén szakmai bizonyítványt szereznek a gyerekek, és hogyha ezután úgy gondolják, érettségi képzésben is részt tudnak venni, be tudnak kapcsolódni, akár felnőtt oktatás, akár napoli rendszerű képzésben is. Ez egy biztos megélhetés jelent felnőtt korban, úgy gondolom mindenkinek. El tudnak helyezkedni, vannak a környéken pékségek, üzemek, illetve cukrászüzemekben is szívesen látják őket, illetve kisebb boltokban is, ahol élelmiszert forgalmaznak. A legvonzóbb és a legtöbbet beiskolázottak az a rendészeti ágazati képzésünk, ahol közszolgálati ügyintéző technikus végzettséggel tudnak végezni, és utána egy másfél éves, úgymond kiegészítő után a rendőrszakközében Miskolcon felszerelt rendőrökké válhatnak. 2000 óta van először belügyi rendészeti fakultációs képzés, majd pedig 2013 óta konkrétan rendészeti, majd pedig közszolgálati ügyintézői képzés. Nagyon népszerű ez a fakultáció, majd később ez az iskolaszerű képzés. A Borsod megyei rendőrség egy utánpótlását évente 8-10 gyerekkel tudjuk támogatni a rendőrszak középiskolában Miskolcon. Voltak itt ismerőseim, akik ide jártak, végeztek is. Kiskorom óta szeretném ezt a szakmát elvégezni is. Közelben is van, úgymond. Ez van legközelebb, és ezért választottam ezt. Hová való vagy? Ózdi. A családból is sok rendőr van, én itt lakok Serényfalván, eléggé közel, és itt megtetszett a suli nyílt napokon is. A rendészet felé, nem a közszolgálat felé, az felé szeretnék menni, de az úgy jobban tetszik. Tervezek majd menni Miskolcra, ha összejön. Az MRVT-be rendészet ugyanúgy. Borsod megye évek óta a rendőr utánpótlás bázisa. Hát ennek van szociológiai, meg egyéb vonzata is. Na most a rendőr utánpótlás, ugye tudjuk, az utóbbi időben nagyon visszaesett, nagyon kevesen jelentkeznek rendőrnek, nem nagyon vonzó a pálya. Mi itt az iskolában szeretnék ezt a pályát vonzóvá tenni, és hogy a gyerekek elhelyezkedjenek rendőrnek, megtalálják a számításokat. Voltam ilyen bemutatókon is itt, tetszett akkor is, most is tetszik a suli, nem bántam meg, hogy idejöttem, tetszik. Ha sikerül, akkor szeretnék itt maradni. Itt környéken, közelbe. A tantárgy neve, amit ezen a vonalon oktatok, az a speciális testnevelés és intézkedés taktika gyakorlat. Ez egy nagyon átfogó tantárgy. Ezen belül vannak általános fizikai fejlesztésű jellegű feladatok, tehát a fizikális képességeiket fejlesztjük, ezen túl vannak olyan típusú intézkedés taktikai gyakorlatok, amelyeket speciálisan meg kell tanulni. Ezek a rendészetnél alkalmazott különböző fogáselemek, dobások, leszorítások, mint itt az előbbi gyakorlat során is bemutatták a gyerekek, vannak közöttük
szabadulások vannak közöttük, közelharc technikák, eszközös, eszköz nélküli közelharci technikák. Ezeknek a 10. év végére nagy részében meg kell, hogy tanulják. Önvédelmi gyakorlatok, dobások, kiszabadulások voltak. Az ilyeneket nagyon szeretjük csinálni. Folytatják tovább ugyanezt a tantárgyat, továbbfejlesztjük a már meglévő tudásukat, és folyamatos új ismeretekkel látjuk el őket, hogy ha ezt a szakmai vonalat választják a szakma megszerzése után, akkor ne egy ismeretlen világba csöppenjenek bele, hanem ha helyzetbe kerülnek, akkor azt megfelelő módon tudják alkalmazni a megszerzett tudásukat. Bárkinek ajánlható, de inkább annak, aki késztetést érez a rendészet, a rendvédelmi szervek, a haza akár fegyveres szolgálatára is, hiszen honvédséghez is kerülnek innen fiatalok, tűzoltósághoz, katasztrófavédelemhez kerülnek, de inkább a rendőri szakma az, ami vonzó. Most épp az iskolánknak a tanműhelyében vagyunk, itt folytatódik a heggesszőképzés, a gyerekek a 4 alapeljárás tanítjuk meg 3 év alatt. 3 év után pedig ugye szakmai vizsgákkal fog végződni a képzésünk. Tizedik osztályos vagyok, és azért választottam ezt, mert sok családomban sokan dolgoznak ebbe, és megtetszett. Mi tetszik benne neked? Minden. Így a varrat képzés, az anyagok, minden. Mit gyakoroltatok? Most CO-val, fogyóelektródával heggesztettünk, megrendelésre. Ha végeztem, akkor azonnal szeretnék ebbe a szakmába dolgozni. És úgy érzed, hogy ezt tudod is hosszú távon folyamatosan csinálni? Remélem fogom tudni, azon leszek. Általában akik ide jönnek, nekik vagy testvér, vagy szülő esetleg hozzátartozó dolgozik ebben a szakmában, és szerintem ez egy fő motiváló erő számukra, hogy ők is ezt a szakmát választják. Hol lehet ezzel elhelyezkedni? Már bátyámmal ezen beszéltünk, meg tudna is nekem elhelyezkedésbe segíteni. Ez itt lenne a közelbe vagy távol? Hát közelbe is, meg külföldön is akár. Miért érdemes ebbe a suliba jönni, hogy ezt választ? Hát érdemes ebbe a suliba jönni, mert jók a tanárok, kedvesek, nyugodtak, simán meg tudják tanulni ezt a szakmát, ajánlom mindenkinek. És pénz lehetőséges. Minden iskolánál ez népszerű, ez a heggesztő szakma. Ugye könnyen el lehet vele helyezkedni. Hiánypótlást testesít meg. 2019-ben kezdődött az erdésztechnikus képzés, és érdekesség, hogy Borsod megyében, már ennek a megyének a legnagyobb az erdő vagyona, nincsen erdésztechnikus képzése. Mindig érdeklődnek a gyerekek, hogy indul-e vagy nem indul, mert azért itt a helyben lakó gyerekeknek még mindig az erdő, illetve az állattartás adja meg a lehetőséget, a jövőt. Igazából azért választottam, mert kisgyerekkorom óta érdekel az erdő, a vadvilág, nagyon szeretem. Hát van a családban is vadásznak, vannak vadászkutyáink is. Nagyon tetszik ez az egész, és a vadgazdálkodás része inkább, az erdőgazdálkodás is természetesen. Két bátyám itt végzett, és jó hírei voltak az iskoláról, úgyhogy nekem nem volt nehéz döntés, hogy ide jövök, plusz még indult olyan szak is, ami engem érdekel, úgyhogy elég egyértelmű volt a döntésem. Nem csak itt, tehát nem csak erdészetnél mehet nyugodtan a Nemzeti Parkhoz dolgozni, de akár bármilyen önkormányzathoz is el tud menni dolgozni, és egyébként egyéb olyan civil szervezetekhez, amelyik a természetvédelemmel, környezetvédelemmel, erdő vadgazdálkodással foglalkozik, tehát egy kimerítő képzést kapnak, és nagyon jó végzettség. Piacképes szakmát kapnak különben, ami mai nap azért nem rossz. Jövő májusban lesz érettségünk, és akkor ugye a 4 év szakmával, plusz szakmai érettségén nyilván szakmai papírt kapunk, egy erdés papírt, és utána technikusin kell maradnunk egy évre, erdésztechnikusként fogunk végezni, plusz még a motorfűrész kezelőit is megcsinálhatjuk, és ez mellett még a T-kategóriás traktor kereszt és jogosítványt megszerezhetjük. A vezetőengedély jó a segédmotor vezetésére, kerti traktor, állati erővel vont járműhajt, hajtására is, tehát nagy felszabadulást lepik ez, mikor van egy vezetői engedélyük, és utána
legálisan, törvényesen részt vehetnek a forgalomban. Ezzel el lehet helyezkedni, állást lehet vállalni, ha megvan a szakmai végzettsége, a minisztérium kiállít nekik egy úgynevezett zöld könyvet, ami a szakmai végzettséget is bizonyítja. Egy mezőgazdasági szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, és az olyan alapokat adott az élethez, hogy egyébként az élet bármely területén az ember helyt tudott volna állni, de mégiscsak ezek a gyökereink, mégiscsak ezek a család indítatásaink, mégiscsak az ember itt érezte magát biztonságban. Itt talált hasonszűrűekre, barátokra ezekben az iskolákban, úgyhogy én mai nap is ezt választanám, holnap is ezt választanám. Én biztatok minden szülőt és minden fiatalt arra, hogy válassza a mezőgazdasági szakképzést, hiszen olyan lehetőségeket talál benne, olyan kihívásokat talál benne, olyan érdekérvényesítést talál benne, olyan sikereket talál benne, amely nincs más ágazatban. Hiszen a 21. század kihívásai az pontosan az agrárium és az élelmiszeripar körül fognak lenni.